Bonyhádon különös gondossággal viseltetik a város vezetése időseik irányába. Erről tanúskodik a gondozási központ karácsonyi ünnepsége is, amit hosszú évek óta megtartanak a családias intézményben. Az eseményen Filóné Ferenc Ibolya polgármester köszönetét fejezte ki a dolgozók felé, a lakóknak pedig örömét, hogy idén is együtt ünnepelhetnek. Az idei alkalom rendhagyó és hagyományteremtő is volt egyben. Első alkalommal került egy díj átadásra, amelyet ezúton is köszönünk az Ámlen családnak, hiszen egy olyan társadalmi szerepvállalásban mutattak példát itt a városban, ami azt abban bízom, hogy ez követésre is lel majd, és olyan itt jelen esetben olyan kiváló dolgozó kapta meg elsőként ezt a kitüntetést, aki jó példát mutat majd valamennyi gondozótársának. Első alkalommal Szőcs Erika vehette át az Anikó kitüntetést, mint mondja, a családokkal és ápoltakkal való jó viszonyon kívül elengedhetetlen a kollégákkal való kölcsönös bizalom is a munkához. Nagyon fontosnak tartom, hogy a beteggel, a hozzátartozókkal jó kapcsolatot alakítsunk ki, mert nekünk így összefogva kell a beteget segítsük, mint az ápolásban, mint az ügyek intézésében, a házi orvossal való jó kapcsolat kialakításához. A gondozási központban kötetlen beszélgetésre volt alkalom a feldíszített fenyőfa körül, miközben a gondozási központ hideg harapnivalóval vendégelte meg az egybegyűlteket.